Na jó reggel, Vietnám, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator. Nem a 22, hanem a 19-es részsel. 1 milliárd euró kihívás és videós sorozat következő csodálatos részével. Jaj, gyerekek, ha megmondom a frankot, hogy egy icipicit a Keeper berzenkedett ettől, hogy ezzel a Farming Simulatorral játszon, és nem azért, mert nem szereti, meg nem azért, mert fel akarja adni, de én annyira látom a szomorú sorsunkat, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Na figyeljetek, veressük neki, mint az őrültek, aztán akkor utána majd mondom, hogy igazából mi a szituáció. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez nem fog nekünk egy hatalmas nagy üzlet lenni ezeken a hatalmas földeken így dolgozni, és én inkább azt preferálom, már most azt látom, gyerekek, hogy higgyátok nekem, de baj lesz itt. Hely megjelölése, de viszünk még egy adag tik táplálékot, mert nehogy éhen vesztenek ezek a szerencsétlen állatok, akik termelik nekünk a pénzt, miközben mi meg azzal szórakozunk, hogy bevetünk 1 millió hektárnyi földet, és higgyétek-e nekem, hogy ez nem lesz egy nagy biznisz. Én már így érzem, megérzi a Keeper, higgyétek el, hogy nem ebből fogunk meggazdagodni. Na, de hát ha muszáj, az muszáj, be kellene pörgetni az időt úgy reggelig szerintem, mivel ugye első stádium beérésnek kellene lennie most dolgokba. Sőt, lehet, hogy pörgetni fogok egy délig, aztán egy kis tojás eladással is még megpergessük a dolgokat. Ja, nagyon-nagyon-nagyon sok dolgunk van, gyerekek. Ami azt jelenti, hogy epic sok dolgunk van sajnos. Na, várjatok, meddig? Egy 10 óráig pörgetünk, jó? Aztán akkor majd mindjárt meglássatok, mire beszél a Keeper itt erre. Hát láthatóan fogy a tojás. Úristen, várjál. Idő, nagy a kereslet gabona elevátor, hát biztos vagyok benne, hogy olyan dologra, amit én el tudnék adni majd valamikor. Na, figyeljetek! Ez a szitu, hogy akkor itt el kellene kezdeni folyékony műtrágyával. Folyékony műtrágya? Az hát, folyékony műtrágya, nem szerves, hanem folyékony műtrágyával megküldeni ezt a földet, meg közben a tojásokat el kellene valahogy rendeznem. Írtátok egyébként, hogy nyugodtan csináljam azt, hogy mindjárt mondom, hogy mit, hogyha nem akarnék bele itt a mindenféle bozót be, ezen a mapon egyébként más nincsen, csak bozót. De egyébként ott már nem is akarok bele, akkor mibe akarok bele? A fő célibe. Mármint ugye a map célébe. De jó nekem, jaj, de jó. Komolyan mondom, de megmondom, mindjárt, mi a... Figyelj el. Figyelj, ott nincs is semmi, hallod. Nézd oda, itt nincs semmi. Mégis beleakadsz, meg gondolom itt a map széle. Ugye tovább, de tudok menni, akkor mibe akarok bele, levegőbe, vagy miben? De, ott van valami, de át kellett ugrana, hogy át tudja kiadni rajta. Érdekes dolgok vannak itt, na. Talán majd egyszer vissza tudott ide tolatni, na, még egy próbálkozás. Jó, bocs gyerekek, mindjárt meg lesz, mindjárt helyzetbe kerülünk. És akkor, igen, gyerekek, úgy van, csapjad neki testvérem az urba. Elvileg, hogy jók vagyunk, ugye? Ja, várjál. Nem ez köl nekem, hanem a következő, és mindent kikapcsolunk, csak ezt. Jó! Oké. Büszi neki. Többet nem szabad pörgetni semmilyen körülmények között. Az a nagy problémánk egyébként, hogy nem tudok mit csinálni. Mert nincsen pénzünk, és ez nagy probléma nekem, gyerekek. Mindjárt várjál. Át kellene nézni, hogy a tojások között van-e olyan, amelyik már így beérettek a tojások? Beérettek? Tényleg ezt meg kell néznem, mert akkor el kellene belőle adni, de hát nem nagyon van. Úgyhogy tök hiába való lenne, hogyha most én elkezdeném fuvarozni ezeket a tojásokat. Gyerekek, igen, teljesen felesleges. Mit tudnék csinálni? Mert igazából valamit kellene azért még csinálni. Hát, maximum tojást tudnám beordani egyelőre, azon kívül nagyon sok mindent nem tudok csinálni. Pénz kellene, ugye nagy pénz. Nagy pénz kellene ahhoz, hogy vegyek még egy darab olyan permetezőt. Ugye oké, hogy most műtrágyázok, de kellene permetezni is, azt meg ugye nem tudok. Úgyhogy tök jó. Várjatok gyerekek, ez a dolly, ez marhára nem kell nekem, megint itt akkor rendben rakunk a dolgokat, jó? Mi az, ami nem kell nekem? Itt. Ja, ide is kellene egy olyan gép. Ja, gyerekek, hát izé van, anyagi csőd.
Meg ugye Combine is kellene kettő, még legalább oda alulra. Na, azt akarom mondani el, mert még mindig nem sikerült elmondanom, hogy szerintem ez nem lesz egy nagy üzlet nekem, gyerekek. Mármint így, a figyeljetek, több a dolog vele, mint a haszon. Azt már én most látom. Ezzel. Megnézzük, hogy mit csinál a csávó. Ránézünk néha. Jó, jó van, végig rohan vele. Hát itt nem fog megakadni. Pattanjon vissza, aztán majd valamit csinálunk a végén. Az a baj, ez is iszonyatosan nagy munka, mármint sok. Sok idő, ugye? Most oké, hogy csak egy gépen van, de hogyha lenne három, akkor is minimum háromszor ennyi, vagy maximum harmad ennyi lenne. Á, srácok, egyébként el vagyok anyátlanodva most. Nem véletlenül erőltettem inkább az FS 22-es részeket, mert tényleg egy kicsit ugye el vagyok anyátlanodva, hogy most mi lesz velünk. Mármint belefogtunk ebbe a hatalmas földek meg munkálásába, és annyi a dolog vele, hogy szerintem konkrétan nem fogja visszahozni a befektetett időt. Mármint a pénz biztos mindenképpen tök jó lesz, biztos nagy pénzeket leakasztjuk, meg minden majd, de nem olyan nagyokat, mint hogyha más csinálnék, és ez engem az zavar, hogy értek. Érted, hogy mi a baj. Én remélem értitek, hogy mi a baj. Az a baj, hogy nem jó ez. Ez nekem egy nem jó. Azok gondolkodok, honnén tudnék csinálni annyi pénzt, hogy összeszedjek most ülét. Még egy permetezőre valót, mert hogyha most nem lesz, nincs hogy még egy permetező, akkor itt a világ... A világ összes ideje nem lesz elég, hogy én ezt megcsináljam itt. Ó, jaj, és meg, elkezd megfordulni, gyerekek. Álljál meg, barátom, mit csinálsz? Légy szíves, legalább ezt ne tedd vele. Komolyabb oldal. Rohamot kapok tőle. Ja, meg az a baj, hogy jó ez a csodálatos gép, de nem ilyen dombos területre, figyeld. Már fönnakad. Ugye fönnakad, mert konkrétan olyan széles, hogy így átfogja a dolgokat. Nagyon rá, én érzem, hogy ezzel a hatalmas nagy föld megmunkálási dologgal én ezzel rácsesztem, nem kicsit. Úgyhogy én még mindig az állatokban látom a nagy hasznot, ebben nem. Ebben gyerekek, ez akkora rohadt nagy meló, gyerekek, amire ezt learatom. Arra hallod, itt izé megszülök. Menjél tovább te meg testvérem, ne itt álljál meg, légy szíves. Jó, köszönöm szépen. Ja, amire figyeljetek most, amire ezt még leműt rágyázom egyszer, ugye? Ha oda nézzé, testvérem, ezt a hatalmas földet, arra ide fogunk szarni. Meg még akkor izéjé, meg még akkor permetez le még egyszer, és akkor utána tudunk megnöveszteni. Gyerekek, ez nem lesz nagy üzlet. Látom én már, hogy ez nem lesz nagy üzlet. Mi van ebben? Repce van az egészben. Hát nem tudom, gyerekek, nem tudom. 157 000-ért tudok-e venni valami permetezőt, vagy valami csodát, ami nekem lenne, mert ezzel így most elmegyek semmire sem. Nem megyek semmire vele, gyerekek, komolyan mondom. Növényvédelem, 195 000, ez a taliga-e. Hány méteres ez? Hol van? Se esetleg azt nem írnád? Komolyan. 27 méteres, az 48. Ha mindjárt, nem tudom, miből vennék, mert egyszer nincs pénzem, mi? Jó, gyerekek. Na, ezt átveszem, aztán én tüdé, megcsinálom a szélit, mert már előre félek tőle, hogy mi fog itt történni, hogyha ezt én megpróbál elfordulni, meg mit tudom én mit nem csinálni. Mindjárt majd a keeper itt átveszi a dolgot. Megcsináljuk ezt a kis szögletet. Azt utána meg megyünk vissza. Ma bocsánatot kérek, gyerekek, de dolgozni is kell. És ezt akartam mondani, hogy ettől egy kicsit berzenkedek, egy kicsit félek. Én már előre látom, hogy itt öt részen keresztül itt szórakozunk, azt ennyi erővel már régen az állattartást beindíthattam volna. Meg iszonyat nagy pénzek ezek, tudod? Most én itt meg át se férünk. Ja, jó van, köszi. Figyelj. Ezt befordítom, ahogy lehet. Figyelj, hoppá. Na, nézzen, keeper azért. A rutin, meg az évek, meg a rendszertelen nem élet mit tud tenni, mi? Ja, azt akartam mondani, csak mondanád akkor már, keeper, hogy én még mindig az állattartásba bízok. Én nem bízok abba, hogy ezzel horribilis mennyiségű munka ez megcsinálni ezeket a területeket.
ugye úgy, hogy 100%-ra, és még ráadásul nincs bekapcsolva ugye az időszakos szántás, hát ha az be lenne kapcsolva, hát én már ered vágtam volna ezeken a főreken. Jó, biztos nagy pénzt fog hozni, kíváncsi vagyok, hogy mennyi pénzt fog hozni, a gyerekek, ha ez nem hoz 10 milliót, de annyit biztos nem fog hozni, akkor ez nem éri meg. Hát figyeljetek, a tyúkokból baza ennyi idő alatt már kerestem volna 15 milliót. Az egészet, tudjátok mit csinálok? Lenyomom az egészet izére, nem nyomom le búzára, most arra gondoltam hirtelen, hogy lenyomom búzára, azt akkor jó lesz nekem. Nem is azt fogom csinálni. Hanem azt fogom csinálni, gyerekek, komolyan mondom, hogy létrehozunk ide a sarokba. Ide a sarokba létrehozok egy izét, egy állattartó. Itt a víztorony környékén, úgyis egy ilyen kis tag voltam, ez az egész rohadt nagy izé plac. Ebből csinálunk egy nagy állattartó mizériát, ugye a csirkek az ott vannak, mi meg itt mondjuk nekiállunk a birkázni, a felső rész az lesz mondjuk csak fű. Ez a rész, ez meg lesz az a hosszú csík, ezt megcsináljuk úgy, hogy egybefüggő legyen, ne kelljen annyit kerénbauzsálni. Azt meg megcsináljuk a marháknak, minden is legyen rajt. És a másik végén, odarész nem tudok elfogadulni. Nem tud lefordulni, mert ugye áthidalódik, látod? Ilyen hülye alakja van a földnek. Úgyhogy ilyenkor így azt kell csinálod, hogy elkezded becsukni. Úgy, azt utána vissza kinyitod, amikor átfordultál. Úgyhogy lehet itt tekecsőri, lehet itt szívni. A traktorosnak menjél el! Szívjál jó sokat, mi? Mondják, a traktoros élet az könnyű. Aha. Remélem, hogy átfogtam az egészet, majd mindjárt meglássuk. Rá is nézek, mert megőrülünk, ha nem. Nem fogtuk át, visszafordulunk balra. Aztán megindítjuk itt ezen a csikon, azt akkor valami már lesz. De én most is azt mondom, hogy itt ez nem fogja megérni, gyerekek. Nem fogja ez megérni, ez nagyon nem fogja megérni. Itt visszafordulunk arra. Meg ráadásul az a baj, műtrágyázásnál, vagy trágyázásnál nem látod, hogy mit trágyáztál, ez csoda. Persze látod, csak az a baj, ilyen növekedési stádiumban már nem. Úgyhogy ezzel lehet itt ideérni, lehet szívni rendesen, gyerekek. Várj, nyomok egy tempomat, 3-at. Jó, ezt úgy látszik lehúztuk. Marja, inkább egy kicsit így. Már nem is látom, hogy megyek. Persze. Jó, ez elég jó lett. Megyünk az aljába. Ott egy csík maradt. Hát igen, lehet szívni gyerekek, meg még ráadásul mindjárt ki is fogy, ez az egy olyan. Az a gond, hogy ha 3 lenne, akkor is rengeteget kéne pakolgatnom ide-oda, ugye. Azzal nem vagyok kisegítve, hogy nagyon sok van, mert a gépi munkás de volt tökéletes. Crew spray esetleg be lehetne állítani, ha persze. Jó, hát kb. Jó fele megyünk. Sőt, egy kicsit arra. Jó fele vagyunk. Oké. Azt megindítom mindjárt, kiérünk ide a sarokra, ott ezt a sarkot, ezt tecsipem még. Megyünk arra. Úgy. Kb. Jó irányba megyünk. Hát a GPS alapján tudok tájékozódni máshogy. Nem sajnos, ugye a minimapon nem nagyon mutassa, hogy mégis hogy merre, hogyan, miképpen kölle le. Jó, van annyira nem rossz a helyzet, mint amennyire számítottam, csak böszbe sok munka, gyerekek, böszbe sok munka ezt így megcsinálni. Na jó van, itt is még ugye nekem kéne, mert ott meg kiszélesedik, úgyhogy ezt megcseszhetem. Jó, itt végig megy a keeper, okosba. Szépen azt kiszélesedésnél meg kéne indítani. Megindítjuk mondjuk a legszélén, azt akkor középen meg le tudjuk már húzni. Ja, itt azt kell csinálni, hogy itt megint állattartásnak, komolyan neki kell fogni egy állattartásnak, azt mondom én, hogy ugye még van 12 slotunk állatoknak, 32-re emelte ez a mod. Jaj, a fa megfogott minket. Egyébként én a műtrágyát azért jobban szeretem, mint ezt, mert a műtrágya szóró az kicsapja, érted? És itt nincs az, hogy neki mész, nem mész, neki hol mész, nem, hol nem mész, hanem ott az kiszórja, ugye? Egy tárcsás műtrágya szóró kiszórja, nem kell azon centizgetned, hogy ott van egy fej, vagy nincs egy fa, hogy elférsz-e mellette. Úgyhogy nekem az így jobban fekszik, mint ez a kulibász. Meg szerintem nem tudom mennyire. 25-te? Miért 25-te? Miért 25-te megyünk? 25-te megyünk? Ez nekünk jó? Oké. Jó. Legyen. Oké. Menjél testvérem az úrba, csináld neki. Ügyesbe.
Jó, ezt akkor lehúzza, és akkor még ott a 40-eset még le kell húznom, mert még az is hátra van természetesen. Viszont itt még van neki folyékony trágya. Néha folyékony. Miért állsz meg? Miért lassít? Why? Mi? Álljál meg. És azt sem lehet mondani, hogy itt van a földszéle, mert nem. Figyeld, miket csinálnak ezek a csávók. És miért gondolta azt, hogy ő itt megáll, aztán elmegy máshova? Ezeket föl se foghatom, de mindegy. Jó, inkább csinálom én, azt közben gondolkodunk, gyerekek. Igen. Hát megint a telepet kellene, ugye jó lenne megcsinálni, meg jó ostorozni fogtok, hogyha nem a telepet csinálom meg én birka izének, birkás helynek, de ugye most ez nem az a sorozat, hogy ilyen nagyon szép autentikusak legyünk, hanem a hatékonyságra megyünk, és a hatékonyság azt követelné meg, hogy ezeken a földeken tudnék én inkább dolgozni, mint ezen a csodálatos telepen, amelyik eléggé kusza, még ráadásul hely sincs nagyon, mert azért jó, van hely, valamennyire, azért nem annyi, mint amennyire én nekem szükségem lenne. Nézzük, mennyi a, igen, mennyi az annyi, jó, oké. Középen visszafele megjön, aztán akkor jó lesz nekünk. 26%-on lehet megköd volna tőttelik. Na mindegy, majd belibberünk, hogyha nagyon elfogyunk. Bár mondjuk egy tartályautó lehet, hogy jó lenne. Aztán az a ki lehetne menni, mert hogyha mindig ez... De figyeljetek, ez jó, oké, ez megmarad ez a gép egyébként. Nem is baj, hogy nem vettem még egyet, mert lehet, hogy ez a hatalmas földeken való termesztés, növénytermesztés, ez nem éri meg. Inkább fogom aztán többet foglalkozok egy picit az állatokkal, de lehet, hogy az jobban megéri, és az nagyon pénzt hoz. Mint hogy ilyen, már ilyen horribilis földeket, mert ugye ez, akkor még mindig ez kevés ez a föld, mert gondolom ezzel nem fogjuk elérni az 1 milliárdot, mert azért nem olyan túl nagy ez a föld, csak az a baj, rettenetes tagó, mondjuk azért nem kicsi, a rettenetes tagolt, meg ugye mindenféle hóbeled, balc baj van vele, mindenhol fák, meg mindenhol árkok, meg mindenféle, amire ezt megcsinálod normálisra ezt a földet, arra lejár a sorozat. Na figyeljetek, okosba, lehúzzuk itt a szélit. Új, de jó, milyen jól fordultunk, gyerekek. És akkor visszafordulunk okosba, így, aztán már lehet is. Jó, szerintem tök jó voltunk, egész jó meg lett csinálva, nagyon nem maradtak ki helyek, egy-két ilyen icipici vadalacska. Ott meg itt nem fog elférni, az már biztos, ugye? És összecsukott állapot, mindenképpen ki lesz hagyva egy olyan rész, amit nem fogunk tudni megcsinálni. Na, én arra gondolok, gyerekek, hogy figyeljé. Hogyha itt megcsinálnám ide, mondjuk az én jó csodálatos kis birka telepemet, ide, akkor ugye mondjuk a birka telep az elfoglalhatná csak a 40-es és környékét, mert akkor itt meg lehetne a marha telep. Itt mondjuk a birka meg a marha telep lehetne együtt. Nagyon agyalok itt a dolgokon, hogy kellene megcsinálni. Ugye nem gépi munkásra csináltatom, én csinálom, mert megáll meg minden baj van, bár lehet, hogy itt nem állna meg a föld közepén. Jó, adjunk neki. Bízzunk benne, hogy nem fog megállni majd valahol. Mert itt akkor megnézném itt ezt a környéket. Itt mit lehetne kihozni? Hát itt semmit úgy látom, mert itt izé van. Itt ilyen csufos környék van megint. Hát a legegyszerűbb egyébként a földnek a végét lehengereled a francba, aztán utána akkor tudnak fordulni a gépeid, mert különben ezeken a földeken nem nagyon kell ekecsőri, maximum cruise play móddal. Jó, úgy látom, hogy ez most kivételesen csinálja szépen, ugye? Ja, jó van, oké. Hát de mindjárt át kell menni a másik helyre is. Az a szerencse, hogy ezt végig fog érni, be tudunk jönni tankolni, utána átmegyünk a 40-re, ott már földút, vagy az aszfaltos úton. Aztán akkor ide, gyerekek, és az a baj, még ott van a permetezés, érted? Még csak ott tartunk, hogy még csak megcsináljuk a trágyálást, úgyhogy ez nem valami baráti. Jó, kettő gép lenne persze, akkor gyorsabb lenne, meg beraknék meg egy follow-val még egy gépet, aztán akkor talán ugye nem lenne az olyan rossz. Ez pont egyébként figyeljetek meg, hogy nem lesz elég 4%, nem, az nem lesz elég lesz, mert itt már nagyon kevéset fogy. Jó, várjál. Átveszem a csávótól, mert itt inkább csinálom én. Az összecsukunk, bemegyünk, megtankolunk, azt megyünk fel a 40-esre.
körülbelül szerintem már biztos kiértünk. B, X, szevasz. Szevasz, tavasz, gyerekek! Itt nem tudunk kimenni, de ott ugyan egy bejárat, a szemben van pont egy bejárat, kiárat. Ott van a izé, ott van, oda nézzé, várjál már. Egyébként ilyenbe gondolkodok, 38-os mennyibe kerül, gyerekek? 435 ezer, és mi van rajt? Mi van rajt? Zab! Zab van rajt, azon meg gyapod van. 35-ösön, meg... Ilyet, burgonya? Ne szórakozzál. Most én nézem be az, hogy nem, ez tényleg burgonya, hogy így kiderül. Ja, ezt akartam mondani, hogy igen. Esetleg úgy is érdemes lenne, hát figyeljetek, előbb-utóbb szerintem az összes földet megveszed, aztán érdemes akkor nézegetni, hogy mik vannak a földeken, azt úgy megvenni, és akkor learatni a francba. De először is ki kell derítenünk, gyerekek, hogy ez érdemes-e. Hogy érdemes-e nekünk növényt termeszteni nagyba, mert én van egy olyan sanda gyanom, hogy nem fog érdemes lenni, komolyan mondom. Ez a folyékony műtrágya, ugye? Szerintem az. Nem fog érdemes lenni. Nem fog érdemes lenni. Állatot kell tenyészteni, gyerekek, hogyha itt nagy pénzt akarsz szerintem csinálni. Oké, okay, tudom, tényleg, na, biztos jön belőle, mennyi pénz jön belőle, hogy ne, nagyon sok pénz jön belőle, na, mi van, mi van, szerintem már fogyott, vagy mi van. Egyszer 53-ba fajt, a művelet is. Figyeljetek, hogy a tojással úgy meg tudnám csinálni az 1 milliárd eurót már, hogy konkrétan annyit csinálnék, hogy hordanám be nekik vagy az Árpád, vagy a búzát. Mit tudom én, ilyen nagy területet, figyelj, ezt az egész területet benyomni búzával, az tizé van. Learatod az egészet, Isten áldjon. Nem lesz a kikoknak gond rá, érted? 100 részen keresztül. Mert nem 100 részen keresztül, hanem 100 napon keresztül. Nem mondjátok, nem jó fel együtt, te meg. Mindjárt megyünk itt, ezt Isten veled. Na. Azt akartam, ja, igen. Úgyhogy... Ezt te érted? 100 nap alatt meg a tyukokat termelsz. Hát szerintem két naponta lehet kihozni belőle egy olyan 5 milliót. Akkor érted, akkor 50 nap alatt az... Kihozom belőle 250 milliót. Ugyanannyi munkával, mint hogy eladod azt a gabonát, érted, hogy mire gondolok. Érted, hogy mire gondolok, hogy igazából a tyúkokkal olyan marhasok munka nincsen például. Na, kijöttünk ide, meggyűjtünk, jó van. A körbehúzom, aztán neki engedem. Aztán át kellene hozni, mit kellene áthozni? Lassú, gyerekek, hát még egyszer meg kell csinálnom, látod? Még egy gép jó lett volna, hogyha lett volna ilyen, hogyha lett volna, persze öreganyám villamos lett volna, vagy csengetett volna, akkor meg ő lett volna villamos, ugye szokták mondani. Csak aztán nem csengetett. Na itt is megpróbálok belenyalok, amennyire tudok. Így, talán te férünk a fa mellett. Igen. Igen, amennyire tudok így bele... Kaszálok, úgy, mondszont, így. Aztán akkor mehetünk. Úgy, mehetünk fölfelek. Ha jobban nem tudok bevenni, mert sajnos nem igen fér el az a gép. Meg hát ugye látod, hogy például most már majdnem mind a két vége leér, meg hogy mind a két vége leér, akkor meg becumizol vele. Sokkal jobban szeretem bazza izére, műtrágyázásra, szilárd műtrágyát. Ha itt is jó szórás, nincsen gond, ilyen szűk géppel két csapatod, érted. Nem tudom, hogy mi a maximum, de meg kell mindjárt néznem, mert az például tök jó. Szerintem az jobb. Az jobb. Nem kell itt a mókolnod, hogy elfér, nem fér el, hogy fér el, mi fér el. Azok még mi azok a fehér fődeke. Úgyhogy ezzel van egy kis gond. Mindjárt megnézzük, mert ezt belindítom, ám csak annyit csinálok, hogy itt kivérek a végére. Befordítsuk. A sarkára nem kapott, ott adjon meg. Nem adom fog múlani egy ekkora földné. Nem megyünk arra is.
Ezt miért csináltam még egyszer, érted? És ez elment 20 perc. Azt a nem, jaj, nem tudom, hogy van-e sorskártya, vagy nem, komolyan. Elment vele 20 perc. Ezt még egyszer ezt ledurrantom, elmegy vele az egész rész, érted? Ezt akkor még a következő részben, még akkor minimum egy részen keresztül, minimum ezt aratni kell. Akkor a fő, érted, még két kombájna is. Jó, következő részben már ugye bepörgetünk addig, amíg jó lesz az ár meg minden, tehát a tojásokat el tudjuk adni, szuper lesz az, már ott már lesz, ugye veszek még egy kombányt, szóval nincs, nem lesz gond, meg valószínűleg esetleg rakok le silót, de egyébként úgy sajnálok mindent ide rákölteni erre, mert én már most látom, hogy ebben nem lesz lóvé. Majd gyorsan itt körbecsetjük mindenfele okosba. Úgy. Jaj, de ma megint a fa vezet minket meg, jaj, te! Jaj, és egyébként valaki írta még előtti részhez, hogy hát meg a vizé, a föld alatti fa. A föld alatti fákat kérlek, könyörgöm a modereknek, mindenki, aki mapot csinál föld alá, ne rakjatok fákat, mert megőrítitek az embereket. Ez ilyen rage videóval. De egyébként nem rage videó, tényleg abszolút, hát ne vagyok ideges. Nem, amúgy. De tényleg egyébként nem vagyok. De ez föld alatti, ne rak, felejtsétek el ezt. Nagyon jó, tök jó, kitalálta valamelyik, hogy hú, te figyelj! Tök jó, igaz, bokrokat nem tudunk rakni, amelyik ilyen csekmetes, ágas, bogas, izé, de tudunk olyat rakni, hogy a föld alá lerakom a fát, képzeld. Tényleg? Ez jó? Igen, nagyon jó, nézed meg, Sanyi. Tibi, te nagy király vagy, rakjuk mindenhova ilyen fákat. Jó, persze. Úristen, itt le fog érni mindenki. Oda nézni, ebben a hupolokban. Már most látom, hogy baj lesz. Á, be se megyek ide. Ja, késő! Késő! Be, figyeld! Fönn a levegőbe, kerék, minden jól van! És ennyi, megcsináltam. Ügyes voltál. És ilyenkor ugye azt csinálom, hogy csukom össze, nyitom szét. Kapsz bele finom, pempikét. Ja. Jó, itt meg elvileg már voltunk lefelé, fölfelé, arra, fele, balra. Úgyhogy ezt megindítom, azt valamit mindjárt kiokumulálok közben én. Nagyon gyorsan. Úgy. Ennyi testvérem az urba. Elvileg. Jaj. És megint azt megint eszembe. Mondom, mindjárt végzek. Azt nagy túrór végző mindjárt kívül. Hát még egyszer le kell venni, mert még a gyomosodás az még élen van. Az a baj, gyomosodásokkal vesz, ezt nem is tudom hány százalékot, egyébként van ilyen infoboard, ezt érdemes nézni, hogyha valaki nem nagyon vágja a dolgokat, mint olyan, mint aki én, akkor izé van. Egyéb, van egy tárgyak megfogása, vonat, módosítások. Van egy olyan opció, hogy meg tudod nézni a növekedésnél, talán betakarításnál, vagy hol le. Szállítás és tárolás, nem. Haladónál, nem? Patakarítás, gyógynövények, növények, feldolgozás. Na, itt a termés javítása, ugye? Hogyha ha 35%-os hozamcsökkenésed van, különben izé van, különben ja, a 20%, 20%, 20%-ot van, annyival kevesebb. Jó, oké, örülök neki. Csodálatos. Ja. Jó, hát ez meg kétszer lehúzza, oké, csak az a baj, nem tudom, kikör rakodnom. Nincs is ideje lerakva még ide. Pármetszer szerintem. Remélem ki tudok egyáltalán rakodni ebből a csodagépből. Várjál már, nyomok egy. Ja, jó van, ki tud rakodni, mondom. Ha még nem tud kirakodni, mondom, akkor lesz vége, ami nekünk a izé. Kaland. Ja, 20% hozamot veszítenék, hogyha izé, hogyha. Az a 20% az elég sok. Mondjuk, hogyha keresnék rajta ugye 1 milliót, akkor 1 millió 250 ezeret. 250 ezeret? 200 ezeret, 1 millió 200 ezeret. Keresnénk a... Mária, ma. És ez mi? Ja. Jó, átveszem a csávótól a dolgot, mert érzem, hogy itt nem fog boldogulni ebbe a szegletbe. Hát sajnos itt ez így van, gyerekek. Ezek mennek meg a bárányfölhők. Ez körülbelül szerintem így vagyunk. Ránézek azért.
Te hülye vagy, más király. Ott nem voltál még. Keeper. Nekem a műtrágya szórás az sokkal jobban tetszik. Meg fogom nézni mindjárt, ja. El is felejtettem. Valahogy így, ugye? Így úgy, amúgy. Menjél, Dezső. Ja, el is találtam. Oda nézzétek, eltaláltam, beszarsz. Jó van. Ez megáll, megáll, nem áll meg. Nem áll meg utána, akkor följebb rakom, aztán megyünk tovább. Kikör akarnom. Ha jó, kirakodok, akkor már innenhol ilyen ládák lesznek, vagy ilyen izaik, raklapok. Jó, végig megy, úgy látom. Meg valószínű vissza is fog fordulni, talán. Talán. Megnézem, hogy műtrágya szórók technológiában van-e valami csoda, mert megőrülök ettől. Trágya szórók. Hol van a műtrágya szóró? Mi a legnagyobb műtrágya szóró? Adjátok elején. Hány méteres? Ja, viszont ez csak 25 méteres, mi? 12 méter. Mondjuk a 25 méter az nem kevés, nem ember. méteres, ez nagy döge. Megjelenés színe, bővítmény. Jó. Fölél. Galvanizált is lehet, te jól néz ki. Na, mi az itt, gyerek? Merre orientálódsz, mondjad meg nekem. Jó, megfordul szépen, evegy arra. Elér akkor. Igen, egyébként, ja, nem valami jó ez a dolog. Megnézzük növényvédelemnél, van-e valami csoda. Növényvédelem itt te, hum vagy. Ugye nem látom? Komolyan mondom. Ettől tudod vadulni, hol van? Növényvédelem. Iszap tartályok, milyen szélességbe tud húzni a leg. 36 méter. Azért az jó. Növényvédelemnél leg. Ez. 36 méter, az se rossz. Na jó, van, oké, megtörtént az esemény, úgy érzem. Szerintem végzett. Nem, mizerrel meghagyott egy kockát. Nem. Nyílj ki vissza. Itt van egy kocka. Ja, valaki írta egyik része le, hogy minek erőltetem a parasztos beszédet. Megmondom őszintén. A parasztos beszédet nem erőltetem, hanem ilyenkor engedem el magam. Mert egyébként nagyon sokat kellett azért dolgoznom, hogy ne parasztosan beszéljek régen, mert olyan családba származtam, hogy anyám, apám az úgy beszélt, hogy így, zalaiasan, parasztosan, és tényleg csomó munkám volt abban, hogy a suliban ne nézzenek ki azért, mondjuk a suliban járt, amikor már ugye középiskolában jártam, városi gyerekek közé, ne nézzenek ki, hogy úgy beszélek, hogy parasztosan. Aztán, amikor nagyon elengedem magam, akkor azért így szoktam, azt akkor a munkáján is szoktak rögni rajtam, hogy miért beszélek ilyen ordinári módon. Úgyhogy nem megjátszott, hanem elengedem magam. Egyáltalán nem kell mondjuk így kitalálnom, hogy milyen szavakat használok, meg hogyan, jó? Úgyhogy nyugodjatok meg. Nem tudom, tényleg valaki írta, hogy hú, egyébként egy olyan srác írt, az a nevet, te nem is tudom, mit írt, várjál. De most komolyan, én szeretem a negatív kritikát, nincs ez a semmi probléma. De amikor ilyen, nem tudom, olyan valótlan dolgot állított, hogy régebbi videóidat szerettelek nézni, mert mit tudom én, mert akkor várjál, mit mond, hogy régen a poén, nagyon izgalmas poénjaid voltak, most meg már nincsen semmi humorérzéked. Nem tudom. Azt így elveszíti az ember, vagy mit tudom, én elhagytam a kanyarba, biztos beszántotta a Tibi. Fogalmam sincs, lehet, igaz, biztos igazad van, fogalmam, tényleg nem tudom. Ezt meg hova a francba fogom rakni, ezt már megint nem tudom. Na, ide rakom, jó? Aztán majd akkor itten talpra tudom venni. Oda, kicsaptuk. A... Régen jó volt. És megnéztem a csávóját, három hónapja van feliratkozva.
Jó, oké, tudom, van, előfordul az, hogy leiratkozik valakit, feliratkozik, de nagyon gyanús. Nagyon gyanús. Na mindegy, jó, nem is akartam azt mondani. De na, ő írta, hogy miért erőlteted a parasztos dumát. Jó, mondom. Csak. Oké. Na, hol vagyunk? Egyébnél kell venni, azt tizét kell venni. Ezt meg nem is tudom, mi ez. Ez a hidrodeci. Ide rakom távol, nem, hogy az legyen, hogy izé. Túl közel van. És még akkor még egyszer menjek végig ezzel is rajt. Jaj! Istenem, gyerekek, komolyan mondom. Már meg ilyen permetezés lesz. Már meg ilyen rage. Gyerekek, ezt learatom, aztán nem lesz lószar se belőle. Komolyan mondom, hogy izé. Tököm esül. Ugye kihozom az MTD-t, kinomba. Figyeljetek, ha nem lesz 10 millió ezen, hát nézd meg mennyi pénzeket belőlök állandóan. Azt nem is számolom. Rengeteg izé. Egy az, hogy rengeteg gép kell. Ide, hogyha ezt folyamatosan akarnám csinálni, még ennél nagyobb üzembe, kellene körülbelül Schatzpér kb. Olyan 5 kombány biztos. Azt számolja fél milliójával, az már 2,5 millió. Akkor Siló rendszer, Siló rendszert kéne kialakítani, hogyha ezt mind megművelném, ugye? Mert annyi horribilis mennyiségű lesz, hogy azt nem tudjuk kivérni, kontrollálni. Még minimum kellene 2 vető, még nagyobb, még ugyan a challengerek, akkor ilyen vízipók, csodapók is kell egy csomó. Na itt meg hogy lehet bemenni? Arra jönnék rá egyszer. Meg itt is a föld alatti fa. Felejtsétek el, légy szíves, komolyan mondom, hogy a föld alatti fák tezek be ebbe a játékba. Most itt menjek át. Jó, átmegyünk a vízipók csodapókka. Nyissuk, aztán adjunk neki. Legalább ezt látom, hogy hol mentem, mert ugye vannak ilyen idei növényzet. Növényzetet darálod ki, tehát ugye azért ezt szeretem csinálni. Csak végezzünk egyszer, hallod? Fél óra elment. Aztán idei, annyit csinálni. De megállás nélkül dolgoztam. Még azt sem lehet mondani, hogy nem. Jó. Tök jó az a fő. Bajjan rage van, gyerekek, bajjan rage van. Bocs, hogy értek, komolyan volt, de nem bírja ki a kívül, hogy a rage vagy ezt meg talán elérted a GCB-nek az oldalát, nehogy végig szántsad vele. Jó! Oké, gyerekek, hát figyelj, muszáj csinálni, mert én már előre látom a szomorú sorsomat, hogy az visszafordul, meg így megállogat, érted? Úgy gondolja, hogy nem tudom. Ide izé kell a helikopter. Azt a betyár mondjuk, ez mekkora föld, hallod? Azért nézzetek el arra távolba, hogy ott minden, egész végig, ameddig szem ellát. Még nem is látszik az erdős rész. Hogy azért Keepernek elgurult a gyógyszer keményen. Mi, hogy összeszántott mindent, azt utána meg is zsörtölődik, sokáig tart rajta a munka. Ez egy egész map szélességi föld. Ó, te fiú, hát az tényleg nagy. Most így mondjátok, majd meg így látom, mi? Úristen, hallod, mi van itt? Ezt sose érek a végére. Gyerekek, kávét ne ígyatok, mielőtt tekeztek ilyen nagyföldön dolgozni, mert izé van. Hiprodtok. Ja, hát ez nekem kicsi már megint az idő. Kecó, már most látom. Jó, gyerekek, nincsen semmi baj. Nyugodjon baj. Viszont jó, hogy tartálja van, még egy ilyen gép lenne. Vagy még kettő, akkor már jól érezném magam. Még kettő ilyen gép, az meg már megint. Még kettő, még, ja, ilyen 4 gép kell. Meg ugye nem csak ezeket a földeket akartam volna megmunkálni, amik itt vannak itt környéken minden együtt. Várjál, mutatom el. Ugye akartuk a 38, 39, 41-es, meg a 35-öst még hozzácsapni ez a projekthez. Hát itt, hallod? Itt megbolondulánk. Ekkora területeken. Az az amp nagyon kecsegtet egyébként, ennyi erővel neki állottam volna learatni, mi? Ugye, ja nem tudom megvenni, mert 400 ezerbe kerül. Ja, jó van akkor. Meg kéne jutni addig, hogy legyen ilyen bőven tőkénk. Egyébként tudnék így üzletelgetni, hogy megveszem a földet, learatom, eladom, aztán megvárom, míg bevetik újra, meg beérik. Ezt megint learatom, aztán free dolgok jönnének. A 41-esen mi a helyzet?
a fölsőn, ugye, ezen a hatalmasan. Azt meg kéne venni akkor, amikor izé. Azt meg kéne venni, amikor tele van cucca a gyerekek, ezt ide oda csoportosítani az összes kombányt, ami létezik. Ezt neki engedni. Úgyhogy azt meg fogom venni. Jó, most már lesz pénzünk megint. De meg... Mindenképp meg akarom nézni, meg fogjuk nézni, hogy ebből a ekkora hatalmas nagy földterület, ennél nagyobbat, ugye, épészű ember nem tud megmunkálni egyedül, ugye? Szerintem. Mondjuk jó, én nem vagyok épeszű, de azért én sem nagyon tudok már megmunkálni. Öreg vagyok már, gyerekek, nem bírja ártam. Egyébként milyen durva, hogy még ott is van szórófej, ahol a kerekei vannak, tehát hogyha ami ott nem kerül oda, ott akkor lesz orja ott. Tehát ez nagyon jó meg van csinálni, csodálatos, gyerekek. Kimegyek a végéig. Ezt akkor majd visszafelé megindítjuk úgy, hogy azon a szélen teljesen. Én meg itt ezt megcsinálom, ezt a részt, jó? És kacok. De hát igazából mit csináljak addig? Úgyhogy tök mindegy. Csinálhatom. Látod? Tyúkok-e vannak, látod? Vagy azt mondtátok, hogy nem fogom bírni, mert a tyúkokat el kell látni, hát hiába. A tyúkok-e vannak, látod, azt itt dolgozok. Ez erre. Belső nézet. Kormány föl van szerelve, de így csizéve. Na, ja. De működik a kormány, jó. Jó, hogy állj, már rossz gombot is nyomtam. Na, megcsinálom ezt a sarkot, végre látom, hogy mit dolgozok, hol dolgozok, ugye. Ha oda nézzetek ezt most azért éreztétek, hogy eltaláltam. Megint belenyalunk ott be a középső részbe, ott nem nagyon lesz hozam, de hát annyira nem is számít, mert nem olyan hatalmas az a rész. Hát gyerekek, ez egyébként epic. Ezzel nem tudom, hogy mennyi fog lejönni, de nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi pénz fog lejönni ebből tényleg, mert hogyha felszállítom, bevetem show-val, hogyha szar lesz, gyerekek, úgyhogy ezt rá lehet készülni, jó? Ha nem fog itt nagy pénz lenni, itt 10 millió euró nem jön erről le, de nem fog lejönni, azt tudom, erről a gyerekek le fog jönni ilyen 2-3 millió euró, azt meg annyira nem éri meg. Belegondolsz, érted, egy fél nap alatt a tikokka megtermeled. Jó, de nagyon rage ez a dolog! Nem, és lehet, hogy egy kicsit hosszabb rész, de ezt nem bírom ki, hogy ne csináljam már végig. Mármint... Hogy legyen kettő rövid rész, inkább aztán gyorsan fötöltsük. Lehet, hogy az lesz, gyerekek, mert ez meg epic hosszú rész lesz, akkor meg megőrült, hogy itt van a kis kombájnom. Gyerekek, ezt a kombányt ráengedem erre a horribilis nagy földre, most nézd már, meg ott a kombány. Itt meg a föld. Mi van? Mit akarsz ki? Kicsi Rigó. Hát nem is látszik az a kombány meg ott. Gyerekek, az a baj, most megint bele kell ölöm a kombányokba a pénzt, érted? Most megint beleölöm. Bele kell ölnöd, mert mit csinálsz, érted? Egy kombányra learatjuk ezt az egészet, utána meg mit csinálunk a kombányokkal, hogyha nem ez lesz a fő zsáner, de nem ekkora földeken fogunk dolgozni, ja? Na. Úgyhogy akkor most mi egy vetésforgóért veszünk izéket, félmilliós kombányokat? Félmillió eurós kombányok, gyerekek, az 200 millió forintos kombányokról beszélünk. Néhány darabot veszünk, hát már miért nem mi? Jaj, de mennyivel jobban lehet dolgozni, hogyha látod, mit csinálsz? Egyébként mondtátok, hogy tarló előtt tizen nyugodtan küldjem le folyékonyan. Azt akkor az jó lesz, utána már a vetés az abba belekerül. Hát abban nem vagyok benne biztos, hogy ez úgy működik. Kicsit félek tőle, hogy akkor... Ha nem, akkor meg ugye fölöslegesen szavurom le. Ezt egyszer ki kell próbálni. Jó, gyerekek, mit csináljunk? El kéne indítani visszafelé, nem? Vagy pedig megcsináljam ezt a sarkot? Aztán úgy indítunk visszafele? Megcsináljuk azt. Megcsinálhatjuk. Hogy gyorsan nyomunk egy becsukást. Becsukás? Menjél. Úgy gyerekek, nem valami gyorsan. Ez a sebesség, amit becsuk. És tényleg ezt a kombányt rárakom erre a főre. Oda nézzük. Ne se látok addig. Mi fog történni, hallod? Csapágyas lesz, szétesik rajta. Meghal. Ez komolyan. Szervizkocsi... Na, háromszor kell motort cserélnie benne.
Jaj. De ezt tudjátok, hol jól nézői az ilyen növénytermesztés dolog? Az ilyen nagy amcsimapokon, meg ilyen Ausztra, van ilyen Ausztrálma, tudjátok. Na ott aztán adjál neki, ott mehetsz körbe-körbe karikával, merre látsz. Jó gyerekek, ezt így ne nyissuk ki, mert itt baj lesz. Ugye itt van az a... Az a hupolag, ezt így megpróbáljuk, hogy ojjaj, ott van a izé... Főn alatti fa! Ezt nem tudom, melyik ötlete volt. Vagy ez lehet ilyen tradicionális, hogy így vesznek föl izeit, modereket csapatokba, hogy te föl alatti fát tudsz rakni? Nem, akkor takarodjál. Komolyan mondom, kinézem ezekből hallani. Föl alatti fát tudjál rakni, hogyan kell. Vagy ez vagy lehet, hogy csak egy kis csoport csinálja, hogy vannak a föld alatti fások, meg vannak a föld alatti fa ellenzők. Föld alatti fa ellenzők azok így... Ne. Ugye nem tettél föld alatti fát? Szóval tud, kinézem ezekbe allad. Meg valahogy, hogy szándékosan csinálják ilyen traukodásból, hogy... Figyelj, már tegyél egy... A föld szélébe rakja egy-két föld alatti fát. Nehogy már jól érezze magát a paraszt. Majd a gépi munkása jó belekeveredik, azt ott rúgja a gyöppöt egy egész részen keresztül. Majd videós lesz, akkor meg majd mindig nézzük a videóit, ezt egymásnak linkelgetjük. Nézd már, ez a hülye is. A képer is ide. Fölcsavarodott a föld alatti fánkra. Nem fánk, mármint nem olyan fánk, hogy csokis, meg legváros, hanem a föld alatti fánk, gyerekek, ez tök jó. Lehetne, akkor már nem izé. Jó van, oké. Ez már kicsit túl gondoltuk. Na. Szóval tuti vannak ezek a föld alatti fánkhívók, hívők, meg, vagy föld alatti fahívők, meg a nem föld alatti fahívők. De ezek a csávók, nem tudom, FSH morigos gyerekek, ezek keményen hittek ebbe a dologba. Ezek szerintem ilyen élharcosok lehetnek, nézzenek, mindenhol van ilyen. bocs, de tényleg. Jaj, apa, nehogy jól érezze magát a paraszt. Nehogy jól érezze magát. Na ugye, nem tudom, ezt külföldi tímeket csinálják? Meg fogok nézni, mert az ilyen külföldi ízéket. Ezeket keresni fogom, gyerekek. Ilyen izé, csinálok ilyen blacklistet, arra összegyűjtjük ki az, melyikek használják a föld alatti fa opciót. De hát ezek nagyon szörnyűen be, ezek kemény gyerekek. Kíváncsi vagyok, írjátok már meg, halljátok, hogy a izéket, ezeket a föld alatti fákat, ezeket mindenki használja, vagy csak ezek az FSV-moringos csávók találták föl ezt itt a spanyol viaszt. És ők vannak olyan ebben a státuszban, hogy videós szivató, meg ilyen gamer szivató státuszban. Jó, van, nem ám, nem bántam őket, meg ilyenkor jönnek mindig az élharcosok, hogy jaj, hát én nem tiszteled a izé. Képzeljétek el, és ezt halál komolyan mondom, azoknak mondom, mert vannak normális emberek is a nézőim között, én tudom, hogy van az a kategória, aki annyira durván komolyan vette a dolgot, hogy amikor én megcsináltam a csirketelepet, nem oda, ahova gyárilag a moderek, ugye, akik megtervezték ezt a mapot, azok ugye kitalálták, mert ugye van ott TS-telep, de én ugye úgy gondoltam, hogy én nem oda szeretnék telepet csinálni. Ők, és akkor írtak olyat, várjál, hogy nem tiszteled a készítőnk munkáit, hogy én tönkre teszem a mapot. És szó szerint úgy olyanokat írtak, hogy én nem tisztelem a készítők munkáit, mert máshova rakom a csirketelepet, mint ahova ők tervezték. Oh my god! Oh my god, mondom, úristen, mondom, álmodok? Mondom, ez most itt komoly? Ez így, izé? Ez nem egy szürreális valóságban létezek? Mert szerintem a készítők azok, megmondom őszintén, hogy gondolom szarják rá, le, hogy izé, hogy hol csinálsz a csirketelepet, meg hol nem, meg igazából gondolom örülnek neki, hogyha egy videósnak tetszik a map, meg csinálja rajta videókat, mert nem csak én, hanem minden egyi, ugye, és ez tök elismerés nekik, hogy ezt a mapot választja mindenki, meg eznek van ilyen hatalmas letöltési számai, mert baromi jó a map. És jó, most oké, most hülyeskedek ezzel a föld alatti fa dologgal,
Ami ki nagyon-nagyon enyhén, nem is hülyeség, szerintem engem nagyon zavarnak egyébként. Tudom, hogy autentikus akar lenni, hogy föld, vagy ilyen, olyan tipikus olyan bokrot, amelyik fizikai korlátot jelent, olyan nincs. Gondolom editorba, ha csak nem csinálsz hozzá, vagy nem tudom. És akkor így egy sokkal egyszerűbb volt megcsinálni, hogy a föld alá pakolunk fákat. De na mindegy, ezen kívül le a kalappa, imádom ezt a mapot. Ugye az alsó új map az is basszus, nem is tudom hány száz részeket játszottunk rá, tök jó minden, szóval ez csak hülyeség, viccelek azzal, hogy itt tudom, hülyeskedek ezzel a föld alatti fadologgal. Jó, mert tényleg egy pici igazság van, de akkor is. Nagyon, én tisztelem a készítőket, de szerintem nem azt jelenti a tisztelet, meg a nem tisztelet, hogy most én máshol rakom a csirke volt, érted? És tényleg volt olyan, ezt most nem, és nem kitalálom. És hát nem tudom, nem tudom. Ferik a havernak szoktam mutatni, amikor vannak ilyen kommentek, és akkor mondja, hogy úristen, Magyarországon mik vannak a fejekben? Egy ilyen, tényleg ilyen extrém komolyan venni dolgokat. Szerintem nem tudom, hogy mi. Gondolom én tudom, hogy vannak normális nézőim, de tényleg, és nem akarok megbántani senkit, de hát, amikor ilyenekkel találkozik az ember, akkor én, hogy elveszti a hitét, hogy úristen, miért, why? Nem szabad ennyire komolyan venni, nem szabad ennyire, nem is tudom, nem, ez nem gyűlölködés, de sokszor ilyen ilyen nagyon katasztrofálisan tudja felfogni a dolgokat az ember. Egyébként pont izének írtam, tesómnak írtam múltkor, amikor valaki nagyon belefolyik egy dologba olyan szinten, hogy ilyen nagyon fel tudja magát húzni, az nagyon nem jó, nagyon magával cseszel ki, magaddal cseszel ki. Ugye most van ez a háborús helyzet, van ugye az országon belüli probléma, egyébként nézzük meg, csak ez a kicsi rész van, amelyik nincs üzével. Meg az országon belüli probléma, hogy a kormánypárt, nem szeretnék ebbe belemenni semmiképpen, mert az a baj, hogy már szinte ott tartunk ez emiatt, hogy családok, barátok távolodnak el egymástól, mert olyan szinten összevesznek ilyen dolgokon, ami azért nem szabad, hogy szétziráljon embereket. De most nem is ezt akartam mondani, hanem tesóm csinálja azt, hogy ő nagyon sokat foglalkozik a politikával, és nagyon sokat foglalkozik az ukrán háborús helyzettel, és őneki mondtam, hogy én azért, mármint így nagyon sokat küld ilyen cikkeket, meg minden, és őneki írtam, hogy én azért nem foglalkozok vele, mert lehet, hogy furcsa lett, hogy én annyira nem foglalkozok vele, de foglalkozok vele, mindig informálódok, nagyon sokat olvasok róla, és de az informálódáson túl nem szeretek nagyon mélyen belevenni, mert lehet, hogy te is vagy így, hogyha nagyon-nagyon belefolysz ezekbe a dolgokba, akkor saját magad fele, saját magadba váltasz ki ilyen negatív dolgokat, tehát ilyen toxikus tartalmakat, ha fogyasztasz, akkor neked, veled, téged, neked eszik, meg a eszi meg a izédet, a lelkedet. Nézed ugye a háborúról a híreket, lehet, hogy nem is annyira tudatosan, nem is annyira észlel magadon a rossz hatást, de hidd el, hogy az ilyen negatív, meg ilyen toxikus tartalmak azok nem tesznek jót az embernek a lelkén. Nekem például, fú basszus, egyszer véletlenül, hát nem véletlenül, haver mutatott egy olyat, hogy ilyen öngyilkosságos dolgot, nem is akarom elmesélni, mert szörnyű volt, még elmesélni szerintem szörnyű lenne. És utána az egy hónapig ott volt a szemem előtt, hogy volt ez a dolog. Na várjátok, 2% pont kb. Jó vagyunk, mert körülbelül addig fogunk érni. Ezzel gondolkozok, hogy lehet, hogy elbúcsúzom a következő részben, meg már biztos, hogy bele fogunk itten futni az aratásba. Hú, szerintem írjatok gyerekek, hogy akkor mi a véleményetek erről, hogy ezt szerintetek érdemes-e csinálni, vagy nem érdemes. Csinálunk inkább ebből két látjátok, és már egy órában már lószar se fér bele. De amúgy meg beleférne, mert hogyha nem ezeket nagy földeket nyúznám, akkor még bele is férne, de így meg...
Így meg tényleg, ezt csináljuk mind az őrültek, aztán látod, hogy mi van itt. Megnézzük meg a gyomosodást. Ja, itt maradt egy kis cség, meg ott, tehát annyi baj legyen. Valóságban is gondolom azért szokott ilyen előfordulni. Ja. Hú, gyerekek, ez meg viszont tök jó, pont. Csodálatos mázlia van a kívülnek, oda nézés, pont a bejáratnál. Fog kifogyni ez a csoda gép. Na, köszönöm gyerekek a figyelmet, azt akkor innen folytatás következik. Hogy nagyon-nagyon hamarosan, jó? 65, oda nézi, hallod? Ezt nézd meg! Ezt nézd meg! Ezt nézd meg! 8760, hallod? Na jó, sziasztok!